az időjárás borús és esős volt, viszont a hangulat annál jobb volt az idei Tiszaparti Hal és Vadételek Fesztiválján Balsán. Ez volt a 10. fesztivál, ahol hal és vadételeket lehetett kóstolni. 250 liter halászlé készült, kórhelyhalászlé és hagyományos halászlé is. Ezen kívül 200 kiló sült keszeg és kárász készült. A saját közfoglalkoztatásban termelt uborkánkból lett ugye kovászos uborka, amivel kiegészítettük. És mindezen kívül még a vadételekben is hozzájárultunk mi is az önkormányzattal egy vadgulyás, szarvasgulyás megfőzéséhez. Ezen kívül őszpörkölt és vaddisznópörkölt is készült. Ezek a helyi specialitásaink mindig a halak és a vadak. Természetesen a halászlé az szokásunkhoz híven ponyból készült. Kicsit családiassabbá vettük. Úgy gondolom, hogy táncosabb, revűsebb, olyan 10 éves gálássá tettük ezt a műsort, a programunkat is, és azt gondolom, hogy itt a kicsik nagyok ugyanúgy megtalálják a számításukat, és úgy látom, hogy a hangulat is az időjárást talán még jobbá teszi majd, mert úgy veszem észre, hogy egyre több énekszó hallatszik a színpad felől. A fesztiválra érkezők a színes programokon és a finom ételeken túl megcsodálhatják a táj szépségét is. Balsa község a Tisza bal partján fekszik Tokaj felett 15 kilométerre. Közvetlen szomszédságában található a megye névadó községe Szabolcs település. Balsa a domborzati fekvését, a termőföldjének minőségét kihasználva jelentős mezőgazdasági tevékenységet folytat. A térség kiemelkedő természeti adottságaival bír. Natura 2000-es terület. A Tisza és Bodrog folyó közelsége miatt fellendült a víziturizmus és a horgászat. A község és környéke alkalmas természetjárásra, gyalog és kerékpár túrákra. A Bodrogzug közelsége, a morotvatavak, a szabadvízi felületek szemet gyönyörködtető látványt nyújtanak, gazdag növény és madárvilággal rendelkeznek. A település igyekszik kiaknázni a falusi turizmusban rejlő lehetőségeket. Mi nagyon pici település vagyunk, egy 800 fős település, de azt gondolom, hogy itt azért ilyenkor ezen a napon nagyon sokan megfordulnak, a Tisza közelsége pedig azért csendességet ad. Tehát nyáron azért az a nagy forgalom, mint a nagyobb településeken, tiszaparti településeken, az nincs, ezért szeretnek ide járni, horgászni, kirándulni, biciklizni, és hát nagyon jó kiránduló hely, hiszen a Kompal Sárospatak irányába Sátoraljaújhely, illetve egy körívvel akár Tokaj, Nyíregyházát is meg lehet tenni kerékpárosan. Balsa a korábbi időkben fontos tiszai átkelőhely volt. Híd híján komp működik a településen, amely összeköti Balsát a Bosod megyei Kenézlővel. Kompot avattak. 20 tonnáról 45 tonnára növelték a balsai rév teherbírását. 5 éve készülünk pályázni, sajnos ugye ez nem 1 millió forintba kerül, hanem sokkal többe, és így évekig gyűjtöttük az önerőnket, a saját forrásunkat ahhoz, hogy meg tudjuk ezt pályázni, és közel 4 hónapos leállás volt, amíg a KOM nem közlekedett, és most június 11-től hivatalosan most adtuk át, de közlekedik már a kompunk mindenki örömére, minden balsai örömére. Darabokra szedték a kompunkat a tiszalöki hajójavító üzemben, 10 méterrel hosszabbodott meg maga a komp, és azt gondolom, hogy a dolgozóinak is kedveztünk azzal, hogy zárt térben tudnak most már dolgozni, a jegyárusítás is így folyik, tehát próbálunk figyelni arra is, aki ott van, és arra is, aki át kell a kompunkon, és hát próbáltuk egy kicsit balsaiassá tenni, úgyhogy az a motívum, ami most a fesztiválunk logóján is rajta van, az most rajta van a komp bódénknak a logóján is. Napkeltétől napnyugtáig jár a kompunk, azt mondhatom, hogy itt ezen a vidéken az egyik legtöbbet és leghosszabb ideig működő napközben.
5 percenként szinte megy, ahogy a forgalom diktálja, megyünk az egyik oldalról a másikra. Kihasználtsága azt mondhatom, hogy 100%-os szinte, üres járat nem nagyon van. A bográcsokban halászlé rotyogott, ami immár nem csak hagyományos magyar étel, hanem hungarikum. A magyar néprajzi irodalom szerint a halpaprikást halászosan, sokféle módon, akár korhely halászléként is el lehet készíteni. A balsai halételek minden évben ízletesre sikerülnek. Ugyanannyit hoztunk, mint ezelőtt 10 évvel. Ez azért meghaladja az 500 kg-ot. Azt szeretnénk, hogyha az emberek eljönnek ide, akkor lakjanak jól. Nem olyan sok, mint amit néhányan gondolnak, hogy ennyi halból könnyű jó ételeket csinálni, mert 10 éve mindig minden halászlé elfogyott. A halból készült ételek egyre népszerűbbek. A korszerű táplálkozási trendek ajánlják a minél több halfogyasztást. Azokban az országokban például, ahol az emberek asztalára rendszeresen kerül hal, jóval kevesebb a szívbeteg. A halolaj ugyanis a hal fajtájától függően kisebb-nagyobb mértékben tartalmaz úgynevezett omega-3 zsírsavakat. Az eszenciális zsírsavat az emberi szervezet nem tudja előállítani, ezért a táplálkozás révén kell hozzájuttatni ezekhez a zsírsavakhoz a szervezetet. Így ajánlott lenne itthon is több halat fogyasztani. A hal az nagyon egészséges étel. A probléma az, hogy a tógazdasági halakat elég sokáig kell tartani, és ennek elég magas az ára, mire a fogyasztó asztalára kerül. És én szerintem, és nem is csak, hogy szerintem, hanem a számok azt mutatják, hogy egyre kevesebb lehetősége van asztalra kerülni, mert az embereknek a fizetőképes keresete a hal iránt csökkent. Egy olyan hússal, amelyiket nem kell babrálni, hogy így mondjam, sokkal hamarabb jól laknak, és hogy a gyors evés a magyar ember szokása. Ezért van az, hogyha a halat kell választani, akkor azt akkor, amikor nagyon ott van az ideje, egyébként meg nem. Hogyha kim vannak társaságban a hétvégi telken, vagy valami, akkor esznek az emberek halat. Egyébként tekintélyes helyet foglaltak el a halféleségek már a 16. században is az erdélyi családoknál. A századfordulóra azonban a sokféle halból 35 fajta teljesen eltűnt, és az elkészítési módok száma is lecsökkent. Azóta még inkább leszűkült ezen a téren az ételismeret olyannyira, hogy a rántott és a sült hal, valamint a halászlé után sokan megakadnának a magyar halételek felsorolásánál, pedig meg annyi halas fogás kerülhetne az asztalra. Cégünk, amikor eljön erre a fesztiválra, akkor a pontyot népszerűsíti. Én esküszöm rá, hogy pontyból bármit meg lehet csinálni, mint bármilyen más halból. A halászét viszont ponty nélkül abszolút nem lehet megcsinálni. Mi a pontyot megszabadítjuk a szálkáitól, ez a lényege az egésznek, és a ponty dolga, hogy jó ízű legyen a halászlé. Mi egyszerűen őrölt paprikát teszünk a halászlébe, igaz, hogy megválogatjuk, hogy honnét szerezzük be. A mi halászlé főzési mennyiségünk egy évben kb. 50 kg őrölt paprikából áll össze, tehát annyit használunk fel, plusz a csípős paprika. Paprikát, paradicsomot, hagymát és semmi más nem használunk. Mindenki, aki más tesz bele a hagyományos halászlébe, az festi magát, bocsánat, nem kell bele semmi más. Egyszerű. Egyszerű, mi nem passzírozunk. Megfőzzük a fejét, farkát, azt kiszedjük, és abba beletesszük a szeleteket, és hát azt végül is készre főzzük, az 10 perc. Korai halászlét is főzünk, a korai halászlét ez egy másik kategória, ott zöldséget, sárgarépát teszünk a főzés közben, de hát az tényleg, az úgy gondolom, hogy vagy szereti valaki, vagy nem, de hát mi már azt is kipróbáltuk, hogy akkor, amikor halászlét nem akarunk főzni, hanem sütni akarunk halat,
akkor a fejét, farkát húslevesnek főzzük. Meg, mint ahogy a háziasszonyok egy csirkéből vagy tyúkból főznek, és rendkívül jó íze van. Én azt gondolom, hogy ezt egy párra már megkóstolhatták, így gyakorlatilag tartjuk, főzünk belőle, mert hiszen a hal az hús. Nagyon finom volt a halászlé, nagyon ízletes volt, nem volt szálka benne, külön meglepett. Szereted-e a halászlevet egyébként? Igen, nagyon szeretem, igazából a kórhelyi halászlé, amit szeretek, de emellett nagyon szeretem a sima halászlevet is, de elsődlegesen a kórhelyi. Kíváncsi voltam a helyi ízekre, mert általában Tokajba járunk, ez miatt most eljöttünk ide Balsára, hogy megnézzük, járjuk általában most a falukat sorba, és teszteljük a helyi gasztronómiát, és nagyon ízletes itt Balsán is, el kell mondjam, halban gazdag területén is járok, elég sokat csüllőzök. Hát én keszeget annyira nem szoktam fogni, amit most a keszeg volt a fő menü, úgy vettem észre, nagyon jól sütik, át van sütve, ehető minden része. Ez a fesztivál a halételekről szól. Szeretitek-e a halat? Mit kóstoltatok ma? Én még semmit, mert én nemrég érkeztem, a halételeket meg nem nagyon szeretem. Szerintem nagyon finomak voltak, én például ettem tarhonyát is, és az nagyon finom volt. És a hal? Az is nagyon finom volt. Milyenek a színpadi produkciók? Nagyon tetszik nekem a színpadi produkciók, mert nem csak felnőtteknek, hanem gyerekeknek is van műsor. Jobb lenne egy kicsit, hogyha nem esne az eső, lenne itt egy csomó játék. Mit próbálnál ki? Én a körhintát, meg dodzsemet. Én a dodzsemet. A $1 million charm, cousin. Van pálinkád? I got headaches and toothaches and bad times to the like you. I got my head, I got my hand, I got the breast, I got the teeth, I got the face, I got the nose, I got my mouth, I got my tears, I got my tone, I got my chin, I got my neck, I got my dick, I got my soul, I got my heart, I got my back. Azért a szabolcsi településeken találkozunk veled idén nyáron is. Én azt gondolom, igen, mert most volt a ankónai szerelmesek, hát egy felüdülés volt hazajönni. Felüdülés volt azt látni, hogy gyakorlatilag nem tudnak annyi pótszéket és nem tudnak annyi tűzoltót lefizetni, hogy még két ember bejöhessen. Ez egy fantasztikus élmény, egy nagyon jó múltra tekint vissza, egy nagyon jó élmény. Nyíregyházára mindig is szívesen. Most ugye itt vagyunk Balsán, ahol végigutaztunk Miskolctól, jöttünk le Tokaj
Szabolcs, és minden. Tehát olyan gyönyörű táj, ami nekem az életem, a gyerekkori énemet meghatározta, mert mit csavarogtunk, mit bolyongtunk. Itt próbáltuk ki először azt, hogy milyen egy pohár bort meginni, amikor a szülők nem látják. Szóval ez egy fantasztikus hely. Mit szeret ilyenkor a közönség? Én olyan előadó vagyok, aki nem előre elkészítek egy műsort, és azt csinálom egy évig, hanem mindig megpróbálom a közönséghez igazítani. Amikor jöttem le, akkor kérdeztem a szervezőtől, hogy milyen a közönség. Mondta, hogy vegyes, mondom, egy kicsit szűkebbet. Hát mondja, hogy kicsit több az idősebb korosztály. Hát mondom, oké, de este lesz egy operett előadás, Bankotai Péterék jönnek le. Én akkor gondoltam, hogy egy olyan fajta, egy picit vidámabb, egy picit gyorsabb tempót veszünk. Nekem műsorválasztásban nincs. Nagyon, hál' Istennek, nagyon széles a repertoár, és ezáltal így a helyszínen. Az első három számot, meg az utolsó hármat tudom. Tehát én azért vannak a jó barátokkal, szoktam elbúcsúzni, főleg itt vidéken, hiszen annyi sok baráttal most gyakorlatilag osztálytársaimmal itt volt a volt szerelmem az óvodából. Na gyerek, kezdek a magasba, gyerek! Igazi koncert feelinget szeretnék látni. Ameddig én ugrálok, ti is ugráltok. Átnéz más, gyere! Nem bírtok felállni. Olyan jó. Cirkusz a pénzért, a pálya ma is megfelsz. Hoppá! Élő plakátot hirdetik a versenyt. Valaki kiszáll, van egy nagy színházi bemutatónk a Szegedi Dóm téren, az Ének az esőben. Hát én ott inkább égek az esőben, mert csak egy számom van az egész darabban, hiszen ott a fiatalok viszik a prímet, ott steppelnek és táncolnak. Egy hatalmas munkát végeznek, körülbelül egy fél éve step tanárhoz járnak, és ez egy nagyon nagy produkciót művelnek. Elkezdek filmezni, milyen filmbemutatók vannak, amiről nem beszélhetek. Van mellett olyan tévéműsor, meg tévéadás, egy kereskedelmi tévénél aláírtam egy szerződést, amit nem mondhatom el, hogy melyik az, de majd biztos fognak látni engem az emberek, és hogy erre kérem a vidékieket, hogy meg segítsenek engem ebben, hogy előrébb jussak. Ezek már a Kőszintér nemzetközi kőszobrász és festőművész telepen elkészült alkotások. Hazai és külföldi képzőművészek minden évben találkoznak a tiszamenti településen egy nemzetközi művésztelepen. Az Időgép, Időrés, Időkép című pályázatot írtuk ki, amire a résztvevők pályáztak, és abból válogattuk ki az itt résztvevő művészeket, és ebben a tematikában alkotnak most itt a művészek. Van már elkészült műalkotás, a street art, szürrealizmus, pop art és mindenféle stílusjegyben egy elég eklektikus, tehát mindent megjelenítő stílus jegyben alkotnak a művészek. A szobrászoknál kevésbé voltam kint, mindenki úgy gondolom egy kicsit, tehát mindenki figurális alkotó, kevés olyan van, aki absztrakt vagy nonfiguratív elemeket használna, de valahogy mindenki a modern stílus jegyet követi. Egy művésztelep mindig nagyon jó alkalom arra, hogy amikor együtt alkotunk, látjuk egymás munkáit, új technikákat fedezhetünk fel. A szobrászoknál gondolom elleshetik, hogy hogyan érdemes még használni az eszközöket, hogyan vágják a síkokat. A festőművészeknél pedig nagyon érdekes, mert a különböző anyagok a ragasztóktól, az akril, az olajfestéken át, a különböző farost alapanyag a vásznon keresztül, még azon kívül is a technikákat lehet kombinálni, össze lehet vonni a különböző anyagokat, és ellesünk egymástól akarva, akaratlanul különböző technikákat, és nagyon-nagyon jó a társaság, nagyon-nagyon jó a hangulat. Tavaly is itt voltunk ezen a Hal és Vad Fesztiválon, úgyhogy itt nagyon finomakat tudtunk enni. Itt vendégek vagyunk, és jól érezzük magunkat mindig. Zseniális a környezet,
inspiráló. Van, aki kiment a természetbe ilyen landart képeket készíteni. Nagyon jó itt lenni. Az idén nem csak a Balsai Fesztivál volt 10 éves. A rendezvényen az idén egy évtizedes múltját ünneplő For Dance is fellépett. Nagyon örülünk, hogy itt lehetünk. Sajnos az időjárás egy kicsit nem túl kedvező számunkra, de azért mindenféleképpen a hangulat lesz az, amit szeretnénk majd fokozni így a fellépésünk kapcsán. És valóban a mi csapatunk most már elmúlt 10 éves, meg is ünnepeltük ezt kétszer szülővárosunkban, Nyíregyházán. Úgyhogy ez egy nagyon nagy mérföldkő volt a mi csapatunk életében. Bízunk benne, hogy nem csak a 10-et, hanem majd a 15-et, 20-et, 25-et is sikerül majd itthon megünnepelnünk. Rengeteg élménnyel gazdagodott a mi kis csapatunk, egy hosszú utat jártunk végig. Ugye 2004-ben alakult maga a formáció. Az a célkitűzésünk, hogy az autentikus néptáncot egy kicsit új köntösben, táncszínházi és a populárisabb formában reprezentáljuk ezt a közönség számára. És hát ebben a 10 évben a Föld összes kontinensén most már több mint 40 országban sikerült, és hát bármerre járunk, mindenhol emlegetjük Szabolcs-Szatmár, Bereg megye és Nyíregyháza hírnevét, úgyhogy bízunk benne, hogy a jéghegy csúcsa azért még messze van. Nekünk nagyon különleges az esetünk, és szerintem a csapatnak a legfontosabb összetartó ereje az az, hogy mi egymásnak már nem csak táncos kollégái, táncos társai, barátai, hanem már tényleg testvérei vagyunk, ugye a 10 év alatt is, de hát már előtte is rendkívül szorosra összekovácsolódott a mi életünk, tehát nem csak a színpadon, hanem a színpadon kívül is nem telik el úgy nap, hogy ne beszélnénk egymással akár többször telefonon is. Hogy a jövő mit rejteget számunkra, az pedig bízunk benne, hogy még sok-sok szép élményt és rengeteg kihívást. Ugye azért az országok terén is még vannak újabb célkitűzések a csapat számára. Idén például most egy különleges megméretetésünk lesz. Norvégiában fogunk norvég-magyar kapcsolatok ápolása véget szerepelni, és ennek az a különlegesség, hogy itt nem csak előadás lesz a mi táncunkról, hanem már egyfajta szakmai előadást is fogunk tartani a magyar autentikus néptáncról és a For Dance táncstílusról is egyaránt.